A Nyársapáti népdalkör énekével kezdődött a megemlékezés. A település főterén áll a néhány éve átadott trianoni emlékmű. Minden év június 4-én ide várják a lakosságot. Idén Nyársapát alpolgármestere Tóth Tibor mondott beszédet. Történelmi visszatekintésében felidézte a diktátum aláírásának előzményeit. A békediktátum egy erőszakos diktátum volt, gyakorlatilag egy halálparancs, amit Magyarország ellen elkövettek. Olyan, mintha a fej és a vállon kívül mindent elvettek volna tőlünk. Ilyen még a történelemben nem volt. Vagy nagyon kevés. Csak példaképpen szeretném mondani, ha Horvátországot és Szlovéniát is hozzáveszük, akkor 325 ezer négyzetkilométer volt akkor Magyarország. Ebből maradt 93.030 négyzetkilométer, például Erdély, amit a románok megkaptak, az nagyobb 10.000 négyzetkilométerrel. Trianonnal a magyar állam elveszítette területének kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-át. Oda vesztek a bányák, az érc, a só, az utak, a vasút, a postarendszer és az egyetemek is. A veszteség vég nélkül sorolható, és ami a legfájóbb, hogy a magyar lakosság több mint 18 millióról 7,6 millióra csökkent. Nem túlzás azt állítani, hogy nemzetcsonkítást hajtottak végre 1920-ban, mondta az alpolgármester. Tóth Tibor azt nevezte a legsúlyosabb gondnak, hogy a magyarság érdekeit az akkori politikai elit nem képviselte elég markánsan. Úgy folytatta, az elmúlt 12 évben folyamatosan erősödött a külhoni magyarság segítése, az összefogás, a nemzetegyesítés. Trianonról már nem keseregünk, egy önbizalommal teli, tettel teli együttműködés van a külhoniakkal. Segítség, kettős állampolgárság, összefogás harmóniája működik. Ezért ma nem is trianoni ünnepségnek jó nevezni ezt az összejövetelt, hanem a nemzeti összetartozás ünnepének. A megemlékezésen a település vezetői, civil szervezetek, intézmények helyezték el a trianoni emlékműnél a tisztelet és az emlékezés virágait.